1986. Micsoda év! Micsoda esemény! Mintha az egész világ kifordult volna magától. Szemellenzőt kell viselnie annak, aki nem veszi észre, hogy valami nagy, valami sorsfordító közelek. A levegő is vibrál körülöttünk. Vajon mire akarnak figyelmeztetni a csillagok? A teljesség igénye nélkül. Franciaország és Nagy-Britannia megállapodást kötött a Lamance csatorna alatti alagút megépítéséről. Ronald Reagan találkozott Gorbacsovval Reykjavikban. Kádár János nagy interjút adott az angol Time magazinnak. A Szovjetunió elindította a Mir űrállomás első elemét. Királynő felavatta a világ legnagyobb gátrendszerét. A héli üstökös a Föld közelébe járt. Robbanás történt a Csernobili atomerőmű egyik reaktorában. Londonban bemutatták az Operaház Fantomia című műzőt. Budapesten üzembe helyezték az újjáépített Budavári siklót. Aláírták a McDonald's éttermi hálózat magyarországi kialakításáról szóló szerződést. I love it! Budapesten a Népstadionban 70 ezer néző előtt koncertezett a Queen! Eddigi 2155 forintos nyugdíján 150 forintot emeltek. Jaj, de jó! Nyilvános WC-t avattak a Széchenyi téren. Na végre! Bodor Éva elkészítette élete első bábját a főiskolává alakult óvónőképzőn. Max Zoltán az általános negyediket végezte, valamint kisdobosból úttörő pajtássá magasát. Kiszei Ágnes a prágai metróba szállva naponta többször meghallgatta az ukon... Ukoncete listu panastu, dverze... Dverze szezabizaj. Kezdetű nyelvleckét, amit a nyári szünetben a Cseh Kommunista Párt története tantárból készült pótvizsgára. Szerintem készülj. Kuti Ágnes élete első báb előadásában a kút mozgatója volt, és csoportja az előadásért bronzérmet nyert. És nyert egy trabant. Tényleg nyert egy trabant. Jó, de nem ezért az előadás. Mert autó nyelenény betűnt. És még 9 éves korában? Igen, kérdezd meg anyukáját. Na jó, akkor lapozom. Krucsó Júlia Rita a Berecsó újfalui 5-ös számú általános iskola versmondó versenyén elmondta Nemes Nagy Ágnes nyári rajz című verset. Helyezést nem értem. Thank you.
Jirkó Krisztina és Szörényi Júlia ekkor még csak halvány gondolat sem. Seres Erzsébet, a Katona József Színház rekonstrukciója miatt a Rákóczi útra telepített szervezési irodában dolgozott, ahová Kovács Géza néha bevitte az épp hogy totyogó Kovács Petrát, akitől mindenki túlcsávarogott. Valamint kapott egy tuti BMX biciklit, ezért lógott a suliból, hogy kipróbálhassa. Mindez alatt, apró Ernő, Renault 4-es gépkocsijával körbeutazta Európát. A legnagyobb hit! A világban tartotta nem csak Európát, hanem az egész világot! Amire senki nem számított, de mindenki vágyott rá! Hivatásos színház lett! Szigó, kamaró, a 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 kamaró,